Nagyon jó kis táborhely volt, és sokkal melegebb volt az éjszaka meg a hajnal, mint az előző helyen. Csak nem tudom, látszik-e, hogy elég komoly hernyórágások vannak pont fölöttem. Ez magával hozta azt a sajnálatos körülményt, hogy rendesen telibe szartak a hernyók, meg néhányan rám is vetették magukat. De hát ugye ilyen szépségei is vannak a szabad ég alatt alvásnak. Mutatom, milyen tetemes mennyiségű hernyószar halmozódott fel, bármennyire látszik, meg itt vannak elkövetők is. Itt, ott. Na szóval akkor el is indultam. Nem esett az éjjel, most is felhős az ég ugyan, de nem nagyon. Napkorongot néha ki is látszik. Viszont észak-észak-nyugat felől erőteljesen felhősödik. Körülbelül ezt is jósolták. Bár mondjuk bizonyos százalék eséllyel most éjszaka is eshetett volna, de ezt most szerencsére nem tette. De ami szinte 100%-os, hogy ma délután már zivatarok, záporok érkeznek, úgyhogy azelőtt még jó volna hazaérkezni. Elképzelhető, hogy sikerül is. Nyugodt volt az éjszakám, egy őz közelített meg, beriasztott, aztán meg egy vaddisznó kondva is érkezett futva, hát aztán meg még inkább futva távoztak, de különösebben más probléma nem volt. Tegnap a vége egyébként 155 km lett, 1737 méter szint. Az nem változott ugye sokat itt a Duna mentén már. Hogy ma mennyi lesz pontosan, azt nem tudom még. Nem is számoltam utána, mondom, ez egy olyan útvonalterv, amit nem terveztem meg részletesen, csak úgy belecsaptam. De azért lesz ma is tekernivaló, de nem kemény terepen, nem lesznek benne kemény emelkedők, húzós emelkedők, azok tegnap előtt voltak. Majd levezető tekerés következik, és ezt nem is bánom annyira. Sikerült tartanom a 7 órás indulást. Szóval hopp, egy nagy bukó. Az a baj, megállnék filmezni őket, akkor azonnal elrepülnének, tegnap próbáltam. Na szóval minden adott, hogy hazaérjek időben, és hogy ma is tekerjek egy jót. Előttem fel is tűnt egy duzzasztó. Ugye gyakorlatilag a Duna teljes szakasza duzzasztott Ausztriában, úgyhogy nem is csoda. Szürkegém. Itt a duzzasztónál kicsit bejött az erdőbe az út. A duzzasztón egyébként át lehet megint kelni a bal oldalra. Majd át is fogok, csak nem itt, szerintem. És ha minden igaz, és én jól gondolom, ez a Traisennek a legalsó szakasza. És itt van a torkolat. Itt nagyon komoly természetvédelmi munkák folynak. Life projektes.
ilyen rekonstrukciókat hajtanak végre. Szóval, ha jól gondolom, akkor itt a torkolat. Tuln 16 km. Érdekes, hogy itt néhány száz méterre korábban meg 18 volt kiírva. És akkor ez itt a torkolat. Ez elég impozáns. És akkor ott a duzzasztó látható, hogy itt most jóval alacsonyabb a vízszint. Hát érdekes lett volna azon is átmenni, de én Tulnba szeretnék visszamenni a bal oldalra. Itt most hirtelen elég sok víz lett. Ismét egy kicsit elkanyarodott az út a partról. És ez most nagyon vadon. Vagy úgy mondjam. Hopp, ott repült egy jégmadár lenne a vízparton, csak hát azt megmutatni lehetetlen lett volna. És valami erőmű megint. Lehet. Ismét a Dunaparton. Túl még egy 12-3 kilométer. Na most egy kicsit szebb, kicsit természetesebb arcát mutatja a Duna. Egyébként 8 fok van. Hajnalban lehetett 4-5. Annál hidegebb szerintem nem volt. Hát most is még rajtam van a hosszú ujjú is, meg a polár mellény is. Meg ugye itt a síkon, sőt, hát ugye végig enyhén lefelé. Meg a szél sem olyan rossz, itt ki sem melegszem. Ugye Kremsznél, ahogy átjöttem a Dunán, azóta alig-alig ment település közelébe az út, és az már Hát már több mint 25 kilométerre volt. Még több is. Szóval ez a szakasz elég nyugodt. Elég hangulatos. És ha nem is hemzsegnek, de azért vannak vadkempingező helyek is. Na hát jó régóta nem volt, hogy házat láttam volna, vagy templomot. Hát erőmű, meg ilyesmi volt közben, de település nem. Túlnig nem nagyon szeretnék megállni, azért sem megyek város nézni, meg hát ugye azért bőven van előttem kilométer is. A Tulnban majd esetleg egy kávét megiszom, mert most már kicsit hiányzik a dolog. Nem hoztam gázfőzőt, meg alkoholfőzőt sem. Pedig mondjuk tegnap reggel is jó lett volna egy forró tea. Vagy legalábbis a kezeimet megmelengetni az alkohol lángjainál.
pedig elfért volna nagyon is. Nagyon minimalistára vettem ezt a túrát. Na most itt a kertek alatt megy az út, ez Klein Schönbich. Most még így viszonylag ritkák a nagy csomagos kollégák, de azért lehet néhánnyal találkozni. Itt például egy dúó. 26-os kerekűvel nyomják. Gyorsabb is vagyok náluk, úgyhogy megelőzöm őket. És akkor ez Tulln an der Donau. 180 méter tengerszint feletti magasságban. Úgy tűnik, a város bővelkedik szobrokban. Ez például Marcus Aurelius, római császár. És a híd, amin minden bizonnyal átkelek megint a bal oldalra, hogy ott tekerjek tovább Bécs felé. És hát ott néha látszik is a túloldalon az út. És akkor átkelek, mert ha lehet, akkor már miért ne? Ez lesz a további út. Itt még le kell jutni valahogy, de mindjárt ott a tábla megmondja. Na tehát akkor ismét a bal parton. Na most van néhány kilométer óta tekerek itt a bal parton. Megint látható, hogy szépen fel van duzzasztva a víz. Ugye töltésnek ez az oldala, bal oldala jóval alacsonyabban van az út, mint ahogy itt a vízszint. Nagyon komolyan felhősödik egyelőre. Nem vészjósló, de bármire fel vagyok készülve, legalábbis lelkileg. Ismét hegyek tűntek fel. Izgalmassá varázsolják a látóhatárt. Kontyos récék. Fel is tűnt a láthatáron az újabb duzzasztógát. A hegység pedig a Wienerwald természetesen. Felhők nagyon szépek. Néha a napkorong is előbukkan, de azért a hátam mögött már egy kicsit
barátságtalanabbak. Lesz a duzzasztómű, és nem sokára Bécsbe érkezem, ahol egészen természetes módon átkelek a jobb partra ismét, hiszen ott, hát ha nem is pont Bécsben, Bécs után nem sokkal délfelé kell fordulnom, Sopron irányába. Azt még pontosan nem tudom, hogy hogyan fogom megközelíteni Sopront, hát majd találok valami jó kis útvonalat. Legalább lesz egy kis felfedező út jellege a dolognak, amit én egyáltalán nem bánok. Megkerültem a duzzasztóművet, és egy táblán az volt kiírva, hogy Bécs belvárosa 22 kilométerre van. Az egy jó óra, kényelmesen eltekergetek itt. A nap, ha haloványan is, egy kicsit szűrten, de kisütött. Bécs belvárosa mindösszesen 11-2 kilométerre van már csak. Megérkeztem Bécsbe. Belvárosig még egy 3-4 kilométer van. Itt Bécsben is húzzák fel a toronyházakat egyre inkább. Hát szépnek nem mondanám, de legalább magas. Most kicsit így járok-kelek a bécsi Dunapart kerékpár útjain egyik oldalról a másikra. És mindjárt akkor átkelek a Nagy Dunán is, ami ugye ott van. És akkor kerestem kell majd valami bármilyen útvonalat. Talán Eisenstadt felé az jó lenne. És akkor majd valahogy átsasszézom Sopron irányába. Azt olvastam erről a toronyházról, hogy ez a design, ez tulajdonképpen a Duna hullámait kívánja utánozni. Az biztos, hogy elég rendhagyó, meg olyan stílusos is, de ettől még nem fogom megszeretni ezeket a magas épületeket. És akkor átkelés ismét a jobb partra.
próbálok kijutni Bécsből. Nem olyan egyszerű egy ilyen nagyvárosból megtalálni a kivezető utat, pláne nem kerékpárral. Általában az a jó, hogyha van valami vezetőszál, mondjuk egy folyó, most a Dunát követem, Londonból is a Temzét követve tudtam nagyon könnyedén kijönni, Párizsból is, Szajnát. Amikor követtem, akkor az is sokkal egyszerűbb volt. Most a Dunát igyekszem alapul venni, de az a baj, hogy nem tudom, hogy mikor tudok elkanyarodni. Ez most burkolatlan, ez nem is kerékpárút. Dónaurád vég az most csak a bal parton megy. Valamit csak találok. Olyan még nem volt, hogy nem volt semmi. Ott hagytam a Dunapartot. Egy kerékpárutat találtam Svehát felé. Nem a reptérre megyek, persze. De az már eléggé kín van Bécsből, és különböző kis alacsonyabb forgalmú utakat könnyedén találhatok. Meg lehet, hogy találok valami túra útvonalat is. Ki tudja. Tehát nagyjából a Lajta-hegységet célzom meg. És majd kiderül, hogy továbbiakban mi lesz. Ez most már Svehát, sőt mi több, kétszeresen is. Mivel a mellettem lévő folyót is Svehátnak hívják. És ez az út, most egy kerékpáros túraút, méghozzá főútvonal, európai, az Eurovelo 9-es. Itt Bécs mellett keresztezi egymást ez a két nagy út. Na nézzük, Flughafen és Bécs. Egyik se jó. Megyek tovább egyenesen. Na de ebből látszott, hogy az osztrákok gondolnak arra, hogy valaki kerékpárral akarja megközelíteni a repülőteret. Ugye ez Magyarországon egy folyton fennálló probléma. Most már elhagytam Svehátot is, illetve a Svehátot követő néhány falut és kisvárost. Most már elég jól tudom, hogy hol vagyok. És egy egész jó kis útvonaltervet állítottam össze a délutánra. Sajnos van egy kis technikai probléma is. Valójában nem olyan kicsi, de így, hogy ma véget ér a túra, így annyira nem vészes. Eltört a csomagtartó egyik tartója bal oldalon a csavar fölött. Vigyéckedni nagyon nem lehet vele. Hát tudtam, hogy nagyon régi ez a csomagtartó. Valójában már tavaly is alig mertem elindulni vele. Idő után elfáradnak nagyon a csomagtartók. És azért is tettem át erre a biciklire. Hát volt egy ilyen megérzés, de ezen a gépen se bírta a dolgot, kevés cuccal sem. Hát inkább így, mint mondjuk valahol messze az Alpokban. Minden esetre óvatosan kell mennem a hátralévő kilométereken. Halványan, nagyon halványan feltűnt a Lajta-hegység vonulata. Ez Gramatnoi-Zidl. Nem sokára ott is vagyok a hegységnél. Csomagtartó eléggé zörög, de ez nem csoda. Néhány percen belül Cypersdorfban leszek,
És azt kell, hogy mondjam, hogy a Lajta hegység most már uralja a horizontot. Még ha nem is annyira éles, nagyon párás a levegő. A Duna óta egyébként folyamatosan emelkedtem így tengerszintet nézve, a jó 50 métert. A mai nap az nem a hegyi szakaszokról lesz nevezetes, de azért lassan, de biztosan néhány száz méter szintet összegyűjtök. Majd a Lajta hegység ad egy hegyi etapot mára is. Nem sokára Hofba érek, és megmászom az egyik nyerget, ami átvezet a Lajta hegység vonulatán. Ugyanazt, amit egy tavalyi kora tavaszi filmben már megmutattam, csak most ugye a természet sokkal inkább ébren van már, és a túloldalon legurulok a fertő parti kerékpárútra. Szóval lesz még egy hegyi szakasz, amiben lesznek azért ilyen jó 10% fölötti meredekségű részek is. Csak hogy legyen valami pukli a mai szintemelkedés profilomban is. Meg is indult a kapaszkodó Hofból. Egy újabb érdekes tájegységet keresek fel ezen az egyébként is elég szemed gyönyörködtetően változatos túrán. Ha volt eddig már nagyon sok minden. Rozália, Alpok, Wachau, Duna. És még mindig nincs vége. Végéhez közeledik, de nincs vége. Valahol le kéne venni a hosszú ujjú mezemet. Túra során először. Kapaszkodom szépen fölfelé. Levettem a hosszú ujjumest. Ezt is megéltem ezen a túrán, ahol bőven volt 0 fok alatti élmény is. De most tényleg jó idő van. Még kitarthatna Sopronig. Nem volt benne 10%-os rész, úgy emlékeztem, csak 9. Bár még nem vagyok fönn a hágóban. Jó lett az idő, motorosok is megélénkültek. Kicsit veszélyes ívben vágják le a kanyarokat. Meg hát persze a sebességkorlátozás rájuk nem érvényes. Hát nem szép, hogy így letermelték a hegyoldalt. Egyébként, ha félreértés ne essék, nincs olyan igazán komoly gyűlölnivalóm a motorosokban. Valójában elég kedélyesen elcseverészem velük mindig az alpesi hágókban, meg este a kempingekben is. Egyszerűen csak annyi, hogy legyenek tekintettel másokra, menjenek ők is 70-nel, 80-nal maximum, és kanyarokat normális ívben vegyék be. Aztán már is semmi problémám nincs. De ugye ez lehetetlen. Attól tartok. Ja igen, és a motorra hangtompítót. Hogy csak halkan duruzsolja maximum. Valahol egyébként még egy kicsit kollégaként is tekintek rájuk. Mondom, csak a többségükkel ezek az elmondott dolgok azért na, ezek például viszonylag normális sebességgel mentek. Fölértem a nyerekbe,
Semmi komoly, ugye? Hát 400 méter fölé jöttem föl. Lentről, hóftól egy 200 méter szint. De azért mára is lett egy kis hegyi szakasz. És most Donnerskirchenbe gurulok. És aztán megkeresem a fertőparti kerékpárutat. Most már a fertőparti túraútvonalon tekerek. Mára eddig 124 kilométer jutott. Sopron már nincs is olyan messze. Egy igazi jó kis levezető tekerés így a végére. Dukális. Nem is vagyok egy hű, de fáradt. Igazából a kevés szint mára, nem egészen 500. Gondoskodott róla, hogy ne fáradjak el. De a távolság az majd így is meg lesz estére. És amit ritkán mondhatok el túrán, az az, hogy hátszelem van még hozzá, nagyon jó hátszelem. Már tegnap is egész délután az volt, de ma egész nap. Ugye eredetileg úgy terveztem, ezt szerintem mondtam is valamelyik nap, hogy olyan dél vagy kora délután körül érek vissza ma. De mondom, nem terveztem meg ezt a túrát, elég hirtelen ötlet volt, és csak ránéztem a térképre, és így satszoltam. Most ez biztos, hogy nem fog összejönni, hát pontosabban úgy terveztem, hogy dél és három között, de már 3:30 van. Hát ehhez képest egy kicsit néhány órát késem. Szervusz! Annyira nem is volt rossz a tervezés. Nagyon füllett a levegő, már csak ezért is gondolom, hogy tényleg lesz valami záporzivatar, égszakadás.
Még egy kicsit bírja, akkor jó. Ez itt előttem rúszt, de elég fenyegetően beborult közben. Pedig a magyar határ is még van egy olyan 8 kilométerre biztos. Lehet, hogy mindjárt leszakad az ég. Mai napra 140. kilométer taposom. Ez az egész túrán a 400. nagyjából. Úgy tényleg lehet, hogy mindjárt felhőszakadás lesz. Nincs rosszabb, amikor már szinte a cél egyenesben. Arrafelé jobban fest az ég, de hát ezek szerint nem az jön erre. Hát mindegy, amíg le nem szakad, mint ha már csöpögne. Csepel nagyon jól bírta ezt a túrát. Igazán jó kis vizsga volt. Jó, hát a csomagtartó az egy ilyen dolog. Újat kell rá tenni. Azon kívül még egy dolog, sajnálatos tény. Tegnap emiatt egy kicsit be is voltam fordulva. A Jauerling emelkedőjén kicsit azért is voltam morci, talán hallatszott a filmen, hogy hát ez, ennek az átmérője, ennek a hajtóműnek túl nagy. Hát nem lenne az, ha térdeim jók lennének, de tegnap a bal térdem az már, minthogyha egy parázslófát szúrtak volna bele a ízületbe. Tényleg a végén elgondolkodtam, hogy utolsó szakaszt meg se csinálom, és most is sajog. Hát ez dobta a gép. Ezt is le kell cserélnem egy kisebbre. Jól hangzik egy 26-36-48-as, de lehet, hogy ebből is Monty hajtómű lesz. Ami emelkedő jobb, térnek jobb, de tényleg fájdalmasan kicsi annak már az átmérője, így, ha összességében nézzük. Hát igen, annak átvitt értelemben fájdalmasan kicsi, ennek viszont ténylegesen fájdalmasan nagy. Úgyhogy ezt a problémát orvosolnom kell. Ez azt jelenti, hogy hát az átlagsebességből mindenképpen vissza fog venni a dolog, ha kisebb lesz a hajtómű, de most inkább az észszerűségnek kell győznie. Hát azért így is szoktam, a Dawson is szoktam elég komoly napi átlagokat menni kilométerbe, szintbe is megpakolva. Most nem az, vagy nem annak kellene győzedelmeskedni annak az elméletnek, hogy még többet, hanem hogy valamennyit egyáltalán kényelmesen meg tudjak csinálni. Szóval egy ilyen változtatás még lesz rajta. Fékek nagyon jók, gumik nagyon jók. A vázról és a villáról annyit, hogy bár most még nem lehet megmondani, mennyire tartós a dolog, de a geometria nagyon jó túra gépnek bizonyult, és megszoktam ezt a kicsit előre döntöttebb testhelyzetet is, mert a Málin is ilyen volt, és hát annyira nem is rossz. Mondom, a stucinit majd idővel kicserélem, aztán annyi. Ez egy kicsit ilyen maratonosabb, gyorsabb tempót feltételez ez a testhelyzet. Hát ez a túra is igazából egy kicsit ilyen tempósabb, nyomósabb volt. Elkezdett esni, valami nagyon komolyan megdörrent az ég.
Úgyhogy ezt a kamerát most elteszem, majd legfeljebb ilyen esőbiztosabb helyeken előveszem, hogy tudjam egy kicsit kommentálni az eseményeket, de nem akarom, hogy megázzon. Beállva egy fa alá mutatom, hogy elkezdett esni, egyelőre még nem szakad, de van néha egy-egy baromi nagy dörgés, úgyhogy bármi elképzelhető. Nem sokára Zalaegerszegre érek. Most előttem látszik egy kis záporfüggöny. Ilyenek időnként elkaphatnak. Nem akkora gond. Nem is Zalaegerszegre vagyok kíváncsi, hanem a város utáni szakaszára ennek a kerékpárútnak, ha egyáltalán lesz. Ezt még nem tudom pontosan megmondani, hát én bízom benne.